most indul. Szeretettel köszöntök mindenkit az Ohel Avrahamban, Avraham sátrában. A ma esti alkalom végül is Jonatán barátom kezdeményezésére született meg, és én befogadtam ezt az érdekezést, mert tényleg engem is nagyon érdekel az ő véleménye, és ő hogy látja ezt a mára kialakult fura helyzetet. A előadás idejére kérdeztem mindenkit, hogy csituljon el, csitítsa a telefonjait, csak azért, mert hogy tanulva az előző felvételekből a nagyon rettentően beleszól akár csak egy ilyen széttolásra mindenféle, úgyhogy próbáljunk meg azok kedvéért, akik ugye most nincsenek itt, viszont később szeretnék megnézni ezt az előadást, úgy csinálni, mintha színházban lennénk, vagy bárhol, ahol vigyázni kell a csenddel. Hát Megyei Jonatán rabbit nem kell bemutatnom, hiszen már volt itt többször, a rádió műsorban, amit valaha csináltam, szintén szerepelt én az ő podcastjében. Sokszor beszélgettünk egymással kedvesen, sokszor írtunk egymásnak nem kedvesen. Viszont most azért vagyunk ugye itt, hogy felvázoljuk azt, hogy azzal kezdjük inkább, azt beszéltük meg, hogy elmondjuk, hogy miért mi beszélgettünk erről. Hát próbáltam... Mármint, bocsánat, közben szólok, de hogy lehet, hogy egy pár szót érdemes mondanod arról, hogy miről. Igen. Hát ugye nehéz megfogalmazni, mert ugye maga a te véleményed alapján akarom definiálni majd, hogy mi történt, de a MAUI-ban, a Magyarországi Autonóm Ortodox Ügyközségben egy tisztulítás folyt le, egy új vezetőség lett megszavazva, és vita alakult ki a korábbi vezetéssel, aki magát abszolút legitimnek tartja, és ebben a vitában a kormány döntött. És ennek a hogyan kell, mikéntjét, illetve az, hogy hogyan jutottunk ide, vagy hogyan tovább, erről szeretnénk beszélgetni. És persze majd a végén önöket is, titeket is bevonni. Mi úgy terveztük, hogy próbálunk magunkat meghazudtolva keveset monologizálni, és inkább patogósan oda-vissza válaszolgatni, illetve kinyitni a beszélgetést felétek. Akár a közben is néha lehetséges, de inkább a második felében, egy 60-80 perc után. Nem kell megijedni, el fog hamar tenni ez az idő. Ez nem fogorvos, úgyhogy így gyorsan elmegy. Azért kezdem magammal, mert jelen esetben Jonatán fog arról beszélni, hogy ő mit mond és mit tud, és hogy látta gyerekkorában az ortodoxiát, és hogy kvázi érkezésileg mi közünk az ortodoxiához. Tehát jelen pillanatban nekem semmi közöm nincs az ortodoxiához, de a gyerekkoromatra visszatekintve, hát furcsa mód nagyon is sok. Hiszen annak ellenére, hogy a Nagyfaros utcában tanultam meg héberül írni, olvasni 87-ben, 90-ben, miután a Vesnyi utcai iskolába irattak be engem, ami ugye akkor indult újra Massolet a Volt Atyák hagyománya Héber címmel, vagy névvel. Ez az ortodoxia égisze alatt működő iskola volt, nemzetközi háttérrel, izraeli, amerikai tanárokkal, és 650 gyerekből voltam egy, én a hetedikbe jártam, Jonatán a nulladikba, és hát ez volt az első olyan beható és állandóvá váló zsidó élmény napról napra, és hétvégére, amiben belecsöppentem. Nyilván az iskola miatt és a tanárok kar miatt a Bnei Akivába jártunk a legtöbben, a vallásos ifjúsági szervezetbe, és nem a Somérbe, a Hásomérbe vagy a Hanoárba. És ugyanígy mentem ki Bnei Akivával először Izraelbe, Bármicó táborba, és a többi, és a többi. És akkor utána pedig amikor visszajöttünk Izraelből, és az Anafranba jártam, miután az Anafranba jártam, én Amerikában voltam cserediák, ott ortodox közösségbe jártam, miközben a Chabad közösségbe. És utána lettem neolograbbi képzős először, aztán 9 év szünettel másodszor, és utána akkor ki is jártam. És közben jártam a neolograbbi képzőbe, a Ráv Keleti ortodox rabbinák a szervezetében voltam ilyen mindenes, tanuló, illetve ilyen segítő is. Magának az újságnak a nevét is én adtam a latin újságjának a forrásnak. És nagyjából 14-ig oda is jártunk, hogy első gyermekem megszületéséig.
És hát ugye ezek az események ezek általában mindig a Kazinczy Dezsőfihez vagy valami fajta képpen az ortodoxiához kötöttek, úgyhogy ennyi felszínes kötődésem van ez a pár év az ortodoxiához, bár mert sose volt tag, és sose felnőttel oda jártam, elkötelezett neológ lettem, az avatás után meg is éreztem a bőrömön, hogy mit jelent az, kiátkozott egyháznak, egy vallás felekezethez tartozni, ugye ami herem alatt van 1865 óta, hogy ez nem vicc, és ez bár ugye sokan nem beszélnek róla, mert ugye a holokauszt hamuja ezt a ellentétet befette, de ez abszolút tovább él mindenkinek a fejében, akinek a vallás fontos, és hát én is a felavatásom után döbbentem rá. Úgyhogy én ezután a rövid bemutatkozás után, hogy miközben az ortodoxiához, átadom a szót Jonathan Rabinnak, hogy ő is mondja el, hogy ő hogyan került közelebb, és hogy ismert meg az ortodoxiát. A történetünk hasonlóképpen indul, mint szerintem. Én is a Veselényi utcai, a Juli, úgyhogy Veselényi utcai zsidó iskolában kezdtem a gimnáziumi tanulmányaimat 1990-ben, és beszippantott magával a őseim vallásának szeretete. Bnei Akivába jártam, tehát ebbe a vallásos cionista ifjúsági szervezetbe. 1991-ben kikerültem az Egyesült Államokba, vagy kimentem Amerikába, jesivába tanulni, egy ortodox jesiva volt, nem Lubavitchi, nem Chabad jesiva volt, de ortodox jesiva volt, ultraortodox jesiva volt. 2000-es években tértem vissza, 2000-es évek elején, vagy 90-es évek legvégén. És hát a fiatal korom, amikor ugye itt éltem még Magyarországon, és már vallásos voltam, illetve amikor hazajöttem jesivából szünetekre, nyári szünetek, Pészákkor hasonló, akkor ezek természetesen a ortodoxiához kötődnek. Jelesül a Dezsőfi utcai zsinagógához, ami azóta már nem működik, most éppen ideiglenesen megint működik, de általában nem működik sajnos, akkor egy vibráló közösség volt ott, egy fiatalok gyűjtőhelye, illetve a Kazinczy utcai zsinagógához, ami közel sem volt vibráló, és fiatal sem volt. Az átlag életkor az már akkor is inkább 70 pluszos volt. Ez picit determinálta az olyan hozzám hasonló fiatalok sorsát, akik egyébként a Kazinczy utcában ilyen számkivetettek voltak. Mit keresel te itt? Te csak most lettél zsidó. Ez alatt ők azt értették, hogy most lettél vallásos. Mit keresel te itt? Csak most lettél vallásos. Nyilván nem képzelhetett, hogy kapsz egy aliát a Tórához, vagy bármi hasonló, hát ez természetesen unheard of. A Dezsőfi utcában nem ez volt a helyzet, ott nagyon befogadó közösség volt. Ugye Herzog Laci, Isten nyugosztalja, Herzog Laci vezette a közösséget, és tényleg csak a legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel tudok róla beszélni. A legidősebb fiam Mohélia, az a körülmetélését is Laci végezte, és hát a Lacinál összpontosultak az izraeli fiatalok is itt a 90-es években, ugye még nem volt a Károly körúti Chabad központ az izraeliek számára, és akkor ott odajártak az izraeliek, akik itt tanultak orvosi egyetemen, jogi egyetemen, és egyébként szerint nagyon jó pofa közösség volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor én is megkaptam azt a kritikát, amikor olvastam, kitettük ezt a hirdetést, hogy itt most beszélgetni fogunk, hogy de hát mi közünk az egészhez, erre az a válaszom, hogy ott nőttem fel, a Kazinczy utca, a Dezsőfi utca tengelyen nőttem fel. Ortodox hitközségi tag vagyok egyébként. Erről is van egy sztorim, ezt hogy hagyd mondjam el, nem akarom magamhoz ragadni a szót. Amikor mondom, a kapcsolatom az ortodoxiával a 90-es évek elején nyúlik vissza. 2001-ben, amikor megszületett a fiam, aki most, Isten segít, 21 éves múlt, és szép magas, magasabb, mint az apja, jelentősen. Akkor a Laci megcsinálta a körülmetélést, és kérdezte tőlem, hogy akkor természetesen jöjjön be a Dani, mármint a fiam, tagnak az ortodoxiába, és egyébként én is, mert hogy én sem voltam tag addig az ortodoxiába, mondtam, persze, írjál be. Hát, mit jelent az, hogy belépni? Beírunk a könyvbe. Írjatok be a könyvbe. Semmi tagsági, vagy párttagkönyv, vagy semmilyen, ne gondoljatok, tehát el van írva valami könyvbe. Ez volt az én tagfelvételem, ami azért érdekes, mert kb. 8 évvel ezelőtt, mikor én az akkori ortodoxia elnöktől, Deblingel Eduardtól kikértem a tagt, hogy ugye tag vagyok, kérem szépen, hogy mutassa meg, hogy tag vagyok, akkor ő ezt megtagadta, és mondta, hogy nem mutogat nekem semmit, és egyáltalán nem is vagyok tag, és ugye akkor veszélyeztetve érezte a pozícióját általam, jogosan,
és akkor azt mondta, hogy én nem is voltam tag, és sose voltam tag, és egyáltalán. És mondtam, hogy bizonyítsa be, ugye van a zsidó vallásjogban egy klasszikus alapvetés, a Moicim Mechaveiro Lavaraya, aki valamit állít a fele barátjáról, annak kell a bizonyítása, az őt ille, a bizonyítás kötelezettsége őt illeti. Én nem tudtam bizonyítani, hogy tag vagyok, ő nem tudta bizonyítani azt, hogy én nem vagyok tag. Ugye az utóbbit azt nehezebb bizonyítani, mint az előbbit, de nekem tényleg nem volt tagkönyvem, de ilyen alapon ő sem tudta volna bizonyítani, hogy ő tag. De történetünk szempontjából én is lényegtelen. Tehát ezért érzem adekvátnak. Amiért különösen adekvátnak érzem, az az, hogy az EMIC-ben az Egységes Magyarország Izraeli Hitközség vagyok, most hívjuk Magyar Zsidó Szövetségben, vezető tag vagyok, alapító, vezető, funkcionárius, kommunikációs igazgatója vagyok egyébként a szervezetnek, és ezer száron kötődök nyilvánvalóan ezt az inkriminált február 22-i közgyűlést, amikor új vezetőséget választottak, ezt talán nem árulok el nagy titkot, hogy ezt én vezettem le, ezt a közgyűlést. Úgyhogy elég benfentes információim vannak arról, hogy mi történt ott. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy... És azt gondoltam, hogy szerintem azért, hogy mi beszélgetünk erről, mert próbáltunk hívni az ortodoxiától embereket. Ugye itt azt kell tudni, hogy amikor azt mondjuk, hogy a régi tagság, a régi ortodoxia, akkor beszélünk, értsd és mondd mondjuk 6-8 darab emberről. Ennyi számol ma jelenleg az ortodoxia. 6-8 darab ember. De előjáróságban van vagy 30 tag, nem? De sose volt 30 tag. 8 évvel ezelőtt, amikor indultam a Deblinger ellen, vagy akartam, szerencsétlenül próbálkoztam, inkább így mondom, akkor kaptam egy legépelt, nem ő tőle, hanem valakitől kaptam egy gépelt listát a küldöttekről. 23 darab név volt ezen a listán, ez volt 8 évvel ezelőtt. Az átlag életkor az valahol 80 plusz lehetett. Az, hogy az embereknek milyen minősége volt, és itt a minőség alatt az, hogy mennyire voltak ortodoxok vagy sem, ez másik lapra tartozik, sokukat ismerem, nem voltak ortodoxok, vagy legalábbis semmiképpen nem éltek olyan módon. Élek a gyanúperrel, hogy az elmúlt októberi közgyűlésig, amíg be nem lépett jelentős számú tag az ortodoxiába, addig élek a gyanúperrel, hogy 23-nál kevesebb, cirka 15-16 tagja lehetett az ortodoxiának. Ezekből, aki aktív, az azt jelenti, hogy tudom én, elmegy a Kazinczy utcai zsinagógába, ez nem több szerintem, mint 6-8 darab ember. De szokott ott mindjárt lenni azért? Persze, hogy szokott. Turistákból van, mert van turista, Istenek hála Budapesti nagy turista központ, zsidó turista központ, zarándok központ. Turistákból is van, és vannak más ortodox zsidók, akik egyébként nem tagok, nem akarok nevet említeni, de az egyik leghangosabb ortodoxia védő magyar zsidó család egyébként, ő nem tag az ortodoxikus, mert kilépett belőle a különböző polémiák miatt. De igen, de ha megadjuk a benefit of the doubt, hogy mondják, akkor lehet, hogy van Budapesten az EMIC-hez kötődő ortodoxon kívül, tehát Budapesten élő magyar ortodox, nem tudom, lehet, hogy akkor van 15 is. Ja, akkor térjünk mindjárt vissza az a tömeges beléphetéshez, azt mindjárt megyünk át, de addig is annyi minden hangzott el, hogy dobáltunk is fogalmakkal. Hagyj kérdezzek tőled párat, hogyan definiálnád az ortodoxot? Ortodox kontra haszidot. Szóval oké, hát először is, akkor először is azt megkövetem magunkat, hogy ez egy, meg a Facebookon minket nézőket, hogy ez egy picit lehet, hogy ilyen benfentesnek tűnik ezek a beszélgetések. Úgyhogy ha esetleg olyan fogalmak hangzanak el, akkor szóljatok. Hogyan definiálom az ortodoxot? Én az ortodoxia, az én meglátásom is azt hiszem, hogy ez az általánosan a világban elfogadott meglátás, azt nevezzük ortodox zsidónak, azaz hagyománytartó vagy régi módi zsidónak, aki szombatot tart, kóser teszik és a családi tisztaság törvényeit megtartja. Azért ez a három egyébként csak érdekesség, és nem mondjuk azt, hogy ki az, aki nem lop, mondjuk, talán lehet, hogy sokak szemében akár még fontosabb is, mint a szombattartás. Nem mondom, hogy nem az, és azt sem mondom, hogy az. Mert az nem lehet ellenőrizni. A szombattartás egy látványos dolog, mindenki tudja a másikról, hogy szombattartó-e vagy nem, vagy kóser teszik-e vagy nem, vagy jár-e a felesége a mikvébe havonta egyszer vagy sem. Ezt nagyjából tudjuk egymásról. Az, hogy ki hazudik, vagy ki mond a másikról csúnyát, vagy követel egyéb bűnt, Isten ments a Tórából, ezt nem tudjuk. Tehát én azt nevezem ortodoxnak. Minden haszid ortodox, de nem minden ortodox haszid. A haszidok ortodoxok, az EMIC az egy ortodox hitközség, az ortodoxia az egy jelző, nem egy tulajdonnév.
Igen, de ugye nagyon sokszor van az, hogy hászítok nem esznek ortodox vágásból, vagy ortodox pecséttel rendelkezételekből, szóval van ez egy erős határ, ortodoxia és hászítás. Magyar Lubavitch hászít nem eszik a Dob utcai hásárból? Nem, az talán eszik belőle, de inkább azt mondom, hogy fordítva nehezebb. Sok, nagyon sok... Lubavitchból nem esznek mások. Igen, de nálam szerintem jobban tudod, hogy a schitában, a vágásban többfajta metódus van, jellemzően két nagy csoport, askenázi és szefárdi, ezt tekintve, hogy a szefárdiak megeszik például a marhának a hátsó felét is különböző régi okok miatt, ezt most nem menjünk bele, ezért askenáziak jellemzően nem esznek szefárdi vágást. De van egy úgynevezett haszid schita, tehát haszid vágás, azon belül van egy lubavitchi schita. A haszid schita az annyiban különbözik, mi a lubavitchi schita? A lubavitchi schita az, hogy a metsző, a sakter az egy lubavitchi haszid, ami magával vonzza azt is, hogy magával értetődőnek állítja azt is, hogy van neki nem vágott szakála, és jár, és a schita előtt a vágás napján reggel elmegy mikvébe. Ennyi. Tehát olyat nem fogsz találni, olyan szatmári haszidot, aki elmegy Hongkongba, üzleti útra, és az egyetlen létező kóser helyre megy a kabátházba, és nem fog enni ott húst. Én ismerek olyan lubavicsit, aki nem eszik csak lubavicsi schitát, Istenek hála megteheti, mondjuk nem tudom, Amerikában vagy Izraelben, Budapesten. Én magam eszem nem lubavicsi schitát is, ezt vállalom a nagy nyilvánosság előtt, ortodox schitát eszem, de nem kell, hogy lubavicsi legyen, vagy akár haszid legyen. De mögött volt valami, még Rebbének valami tanítása, vagy egyben ez ilyen piacvédelem is? Lehet, hogy mind a kettő. Lehet, hogy mind a kettő. Hogyan definiálod a status quo-t? Ugye, történelmileg ezt szerintem jobban tudod. A történelmileg ugye a status quo, amikor az egyház szakadás volt, vagy a nagy gyűlés, Nagy Károlyi. Nagy Károlyi gyűlés, akkor ugye három része szakadt a zsidóság, ortodoxra, neológra, és azokra, akik az akkori állapotot szerették volna megtartani. És 1865 különben. Akkor választották a status quo nevet. Ha valakit érdekel ez a történet, tudom, ez nem a reklámhelye, de a Köves Rabbi írt erről egy könyvet, te is olvastad, kiváló munka egyébként a doktori diszertációjáról a gyűlésről. Szóval a lényeg, hogy három része szakadt ortodoxra, akik semmilyen módon nem akartak világiak lenni, neológra, akik polgárosodni akartak, vagy emancipálódni akartak, és azok számára, akik nem látták különösebb problémának azt a helyzetet, ami volt. Ugye ez a emancipáció korát éljük, és ez volt a zsidóság nagy válaszútja. Ugye egy sötét nap az én meglátásom szerint a zsidóság történetében ez a... Hogyha a status quo arra hivatkozott, csak annyit ezek hozzá, annyival egészítenünk ki a Jonathan gondolatát, hogy a status quo úgy gondolta és úgy látta, hogy az ortodoxia is újít abban, hogy szigorít. És hogy valatta volt egy másik álláspont, egy másik default állapot, és hogy ahhoz azt kéne megőrizni, ami a viták előtti állapot, ez a status quo ante. Igen, de még egy maximálisan egyetértek. Ugye ezt korábban beszéltük egyébként, tehát az ortodoxia, mármint az ortodox zsidóság, akkor így mondom, nem ortodoxia, mint hitközség. Az ortodox zsidóság, az, hogy az ortodox zsidóság, nem tudom, 200 évvel ezelőtti ruhákat hord, vagy ugye prémes kalapot, meg sokan csizmát, meg kaftán, ami a 18. századi lengyel nemesség viselete, az nem feltétlenül egy akció volt, hanem sokkal inkább egy reakció. Egy válasz a modernizálásra. Amikor valaki ki akarta tárni a kaput szélesre, akkor a bölcs rabbik tudták, és ez azt hiszem, hogy a történelem őket igazolta, hogyha kinyitod egy kicsit, ha egy kicsit változtatsz, előbb-utóbb megállíthatatlan lesz a változás. Ez így is történt. Ez történt. Kinyitottuk a kaput, először csak azzal kezdődik, hogy a bima, a tóraolvasó emelvény kerüljön előrébb, és legyen egy picit olyan, mint a keresztény templom, és kész. Pici-pici dolog, apróság, de elindul egy folyamat. És ezért azt mondták, hogy befagyasztjuk az időt, és nem, és semmilyen újítást nem fogunk végezni, ahogy a Hatam Sofer, a híres pozsonyi rabinak volt a mondása, egy ilyen játék a szavakkal, Hadas Asur Min HaTorah, az új, a Tóra által tilalmas minden, ami új, ez persze ez egy játék a szavakkal, mert ő a
az eredeti tórai tilalom az a új búzára vonatkozik, amíg Omer áldozat, pont Omer számlásban vagyunk, tehát az Omer áldozat hozataláig nem lehetett enni a tavaszi friss búzából, de kihasználva ezt a szójátékot, ha Mévin Jávin mondta ezt a mondást. Ugye az új tilos a tóra szerint, ezt mondta ebből a szójátékkal, vagy ebből a párhuzammal, ebből a hálásából levezetve. Ezért gondolom, hogy az emi... Erre szóval mindig azt mondani, hogy erre választom, hogy sírul Adonai sírkádás. Énekednek az örökében új éneket, mert ugye a Zsoltának ugye egyik... Szóval, de ezért azt gondolom, hogy a Havad Lubavitchi mozgalom, aminek valóban a magyarországi jelenléte az természetesen új, az a legújabb korhoz vezethető vissza, de amikor az emi a status quo ante nevet, vagy csatolta magához a status quo ante egyházat, akkor azt gondolom, hogy teológiailag, vagy filozófiailag szerintem nagyon jó helyen járt, mert valóban a Chabad mozgalom arról híres, hogy ortodox, azaz nem enged egy jottányit a halakából, vagy a vallási törvényekből, ugyanakkor nyitott a világra minden tekintetben. Használjuk a technológiai eszközöket, legyen az Facebook, internet, vagy bármi más, ami mondjuk nem tapasztalható egyes más ultraortodox közösségekben. Tehát úgy ortodox, hogy közben nyitott a modern világra. De most egy folyónak, vagy egy faágnak a leágazásait nézzük, és egy al ágat veszünk, hogy mondjuk az ortodoxia egy nagy halmaz, de azon belül a haszizmus egy bizonyos halmaz, azon belül a Lubavitch is még egy halmaz, és egy teljesen másik ág a status quo, de a Chabad ugye 2004 óta, amit az emik megalakult, mind a hármat állítja magáról, de most már végképp úgy néz ki, hogy egyszerre haszid, egyszerre status quo, és egyszerre ortodox is. Még egyszer. Az ortodox az egy minőségi jelző. Az nem egy tulajdonné. De hát az első Lubavitchi rebe azért ült börtönbe, mert az ortodoxia, akik nem a haszidokkal ellenálltak, azok lecsukadták, feljelentették őt a cárnál. Nem. De. Az ortodoxok két részre szakadtak, haszidokra és mitnágidokra. Most a haszidok is ortodoxok, meg a mitnágidok is ortodoxok voltak. Az első Lubavitch rabbi azért börtönben van, amit nagyidok feljelentették. Igen, mert úgy tartották, hogy ez egy újítás. De nem azt mondta, hogy nem ortodox, nem azt mondta, hogy ez egy újítás, amit nem is azt mondta, hogy újítás, hanem jó, mindegy. Az is, hogy inkább a szakmár. Szerintem állítja Gábor, tehát a szakmár az nem ortodox? A szakmár... Vagy a Belz, vagy a Gúr, vagy a Vizsnit. Azért szokta, hogy a magyar vagy az angol nyelvű újságírás és a világi újságírás azért szokta elíteni a definíció az ultraortodoxot, vagy eltér az ortodoxtól, mert hogy ruházatában és hagyományaiban valamit akar konzerválni abból a lengyel, stb. Ukrán világból, amiben megszületett, és azt így megfagyasztotta. A Chabadot egy sorolod ultraortodoxnak? Kit? A Chabadot, a Chabad Lubavitchi mozgalmat. Tehát a Chabad Lubavitchi mozgalmat egész addig kezdem oda sorolni, amíg nem kezdett el hordani, amíg ki nem ment Amerikába, a második háborúig. Utána már nem nevezed ultraortodoxnak. Hát ugye, én közösségem ezt már sokszor előadtam, de akkor most ugye... Ugye a Chabad Lubavitch abban a szempontból ugye érdekes, hogy ha a dress code-ot és a öltözködés és a megjelenést vesszük, akkor a haszidoknál rendezetlen és szabadra hagyott szakál divik, pajesszal minél nagyobban lehetőleg az vagy kint, vagy föltekerve hordják, nyakendőt soha nem hordanak, soha, úgy mint a szufik, mert hogy a szív ne legyen az a agytól, hétköznap kalap, ami kerekkalap, bíbekalap, vagy hétvégenként kucsma, vagyis Steinle, szörme kalap, utána kaftán mindig, de ünnepnapon mindenképpen, és akkor utána még extra jönnek az okni oda, stb. És gázli. És az ortodoxia ezzel szemben ugye általában, ha teheti, akkor borotválkozik a megengedett feltételek mellett, ugye nem szabad késsel borotválkozni, nyakenőt mindig hord, európai öltözetet hord, legfeljebb a gombolás van máshol, és biber vagy, fedora kalap, vagy bármi más ilyen európai típusú, modernebb, 30-as évek, 20-as évekre jellemző kalapdivatot hordja, és soha nem vesz fel gátlit, és hát a rabbiaiknak is vágott szakáluk van. És akkor a Lubavitch, és sosincs pajeszuk, csak nem borotválják le. Ezzel szemben Lubavitch a kettő között van félúton, a 30-as évek, 50-es évek óta, fedora kalapja van, kicsi pajesza van, amit eldug, rendezetlen szakála van, de öltönyt hord, nyakkendő van, de gátli is van. Szóval ezért mondom, hogy... Akkor tegyünk rendet. Jó sok mindent mondtál, és majdnem igazad van mindenben. Majdnem. Azért mondom, hogy majdnem. Nem akarlak. Jaj.
A Chabad Lubavitch az egy litván haszidut, egy litván haszidmo, Litvániából származó haszid mozgalom. Nem egy a litván területekről, részlegesen persze Lubavitch falu nem Litvániában van, hanem Belarusban, Fehér Oroszországban, az eredeti falu, de az előző rebe, nem a mi rebénk a mostani, hanem az előző rebe Rigában is élt. Az a régió, ahonnan a Lubavitchi mozgalom származik, ez egy alapvetően litván behatású régió volt. Az első Lubavitch rebe, ő nem haszidnak született. De akkor jött Rigában, amikor megalkult a Szovjetunió. Igen. Háború előtt alatt élt egy rövid időt Rigában. Most a dolog lényege az a következő. Az első Lubavitchi rebe, ő egy alapvetően litván származás, litván gondolkodású ember volt. Később lett a 20-as éveiben lett haszid. Erről órákat tudnék mesélni, de lehet, hogy nem itt van itt az ideje. Ezért a Lubavitchi mozgalom mindig nagyon közel állt a Yeshiva mozgalomhoz, nagyon nagy a filozófiájában is, nagyon nagy figyelmet fektet a tanulásra. Az a haszidutnak a két fajtájából van a annyira nem tartozik a témához, de imádok erről beszélni, meg hát érteni is nem árt. Van egy Chabad haszidut, Chokhma, Bina és Dát, a misztikus szférák első három intellektuális szférája, és az első három emocionális szférája, tudjuk, hogy Chagat, azaz Chesed, Gvura, Tiferet, ez pedig a másik fajta, az összes többi haszid irányzat ehhez tartozik. Az egyik egy az Isten szolgálatot föntről lefelé, a másik lentről fölfelé építi föl. A Lubavitchi mozgalom lentről fölfelé építi, az azt jelenti, hogy intellektuális módon, tanulás által keressük meg a hitet, találjuk meg Istent, alulról építkezve. A másik pedig fölülről, nem tudom, zenére, vagy táncra, extázis, stb. Mind a kettő ugyanoda érkezik, csak nem mindegy, hogy honnan indul. Így tudnám leegyszerűsíteni, és az előbbi, tehát az alulról építkező, az tartósabb, mert amikor abban marad a zene, akkor még mindig megmarad az isteni. Chabad haszidut az egy intellektuális haszidut volt, ami az öltözködést illeti, nem csak a Lubavitchi hordanak nyakkendőt, a Szadigúri rebe is hord nyakkendőt, Strámli és nyakkendőt, a Szadigúri rebe, és biztos vannak többen is, most ő jut eszembe hirtelen, nem vagyok egy nagy öltözködésről is sokat tudnék mesélni, de tény és való, hogy a Lubavitchi haszidok ilyen szempontból hasonlítottak a litván jesiva növendékekhez. Ha volozsini jesiva osztályképet megnézel... Mindig, vagy csak a 30-es, 40-es évektől kezdve? Mindig hasonlítottak hozzá. A rebék korábban Strámit hordtak és kaftánt, mint a mint ahogy a Pájén volozsini, mint ahogy a Vilna Gaon is. A Vilna Gaon is egy ilyen krémes kucsmát hordott, a Vilnai Gaon is. Ha megnézed róla az egyetlen festményt, vagy legalább egyetlen... De a követői később már nem. A követői később már a Cemach Cedekről, az egyetlen harmadik Lubavitchi rebéből egy darab festmény van. Ugye a hét Lubavitchi rebéből csak négyről van festményünk, vagy képünk, vagy ötről, pardon, kettőről nincs. A harmadik rebéről egy darab festményünk, egy fehér kaftánban és egy fehér strámliban üldögél, könyvestobában, hogy ez mennyire korhű, vagy mennyire nem. Ezt nehéz eldönteni. A hetedik Lubavitchi rebe, a hatodik Lubavitchi rebe ő Strálnit hordott, pontosabban spodeket, ami egy Strálninak egyfajta viselete, egy kicsit szűkebb, egy kicsit magasabb viselete, a geri haszidok hordanak ilyet. Amiről te beszélsz, ez a fajta haszid öltözet, ez a galiciai, lengyel-ukrán haszidokra volt jellemző, kevésbé a Oroszország és Litvániából lévő haszidokra. Ez a filozófiában mondom, van különbség, az előbb mondtam, Chabad és Chagat. Hát a Vilnius környéken, vagy a Baltikum környéken azért igazándiból ortodox fellegvár volt, és a mitnagy dímokkal volt tele. Hogy? És az Oroszországok pedig azért voltak nagyon haszidok, mert a letelepítési zónán kívül volt, ahova a Fáj Oroszország elpusztulásáig nem is lehetett letelepíteni zsidóknak. De azt mondja nekem, Jartán, hogy akkor hogy lehet az, hogy a három az egy? Szóval hogy lehet az, hogy az emik mindent akar státuszkó is lenni, haszid is lenni, és ortodox is lenni. És ez a három, ez más. Jellegében is más. Hogyan akar három lovon egyszer lovagolni? Hmm. Jó, hát erre ugye lehetne egy rövid választ mondani, az, hogy nincs ló, amin lovagoljunk. Ugye nincs státuszkó, megszűnt a státuszkó egyház Magyarországon, vagy pontosabban nem volt egy történelmi folytonosság, ugye a vészkorszak és utána való kommunista államhatalom tulajdonképpen elmosta
az utolsó státuszkó zsinagógákat, a Rumbach zsinagóga, a státuszkó zsinagóga, státuszkó zsidóság fellegvára, az egyébként pont a neológ kézen van, tehát nekik pont ugyanannyi joguk van hozzá, mint mondjuk nekünk lenne. Vagy van más státuszkó zsinagóga is, például a Nagyfogaros utca mondjuk, Hegedűs? Hegedűs talán, de lehet Hegedűs. Szóval vannak még státuszkó zsinagógák, ugye Mazsinsz működtetésében neológ zsinagógként funkcionálnak. Tehát ez még nem jelenteni. Ugye most arról beszélünk, hogy van, ami nincs, és akkor most a semmi, a nem létező közösséget kivitorolja. Hát pont ugyanannyi köze van a Chabad ortodoxiának a státuszkóhoz, mint hogyha a neológ hitközség vette volna el ezt a címet. Én nem érzek ebben különösebb ellentmondást. Engem bőven hagy nyugodtan aludni ez. Én nem akarok, ne értsetek félre, nyilvánvalóan az, hogy a státuszkó nevet az EMI felvette, ez azt jelenti, vagy azzal a céllal tette ezt, hogy beágyazottságot szerezzen magának, beágyazottságot képezzen magának a hazai zsidóság körében. Az tény és való, hogy a Lubavitchi mozgalom nem volt jelen Magyarországon 1989 előtt, annak dacára, hogy az Alterebe, az első Lubavitchi Rebe apja járt Magyarországon, sőt nem csak, hogy járt, hanem Nagyszőlősen van eltemetve. Az Erdélyben van eltemetve az első Lubavitchi Rebe apósa. Különböző legendák vannak róla, hogy összeveszette a fiával, vagy amiatt, hogy ő haszid lett. Mit neked volt? Vagy pedig ő maga is haszid volt, és éppen azt ment terjeszteni, Nagyszőlős lesz. Az éremnek két oldala, de minden esetben a történelmi Magyarországon eltemetve az első. De akkor miért nem erre a nagyon erős Munkács Ungvár és a keleti sarok haszidizmusára helyezte, mi nem arra appellált a EMIK, amikor megalakult? Most arról beszélünk, hogy volt 89-ben egy olyan zsidóság Magyarországon, amely nem létezett. Tehát nem mindegy. Létezett a zsidóság, ne vicceljünk velem. Miért nem munkácsi haszidok? Nem, amikor 2004-ben megalakult az EMIK, az EU csatlakozás évében, akkor egy státuszkó mezbe bújt bele, hogy beágyazottsága legyen. Hát miért nem appellált a meglévő haszid múltra, ami ott van Kelet-Magyarországon? Nem volt Dubovicsi, de legalább haszid volt. Hát miért nem inkább az? Úgy Mádra, meg a többi ilyen emlékre, hogy a státuszkó név? Igen, a helyet. Miért nem azt mondta volna, hogy egységes Magyarország izraelita hitközség munkács. Nem, csak ugye a magyarországi haszid mozgalom, magyar haszid, nem tudom, van a haszid szó benne legyen, vagy benne legyen az, ami ő maga. Hát azért, mert a Chabad-Lubavitch filozófia az éppen nem az exkluzivitásra, hanem az inkluzivitásra alapul. Tehát a név, az egységes magyarországi izraelita hitközség, egy wishful thinking, én értem, az egységes, de hát akkor is azt szeretnénk, hogy minden zsidó magáinak érezze, akkor is, hogyha... Szóval egy dolgot hagyd mondjak el a Chabad filozófiáról, tényleg csak egy gondolatot, ami azt hiszem, hogy nagyon sokak figyelmét elkerülte, és én azt gondolom, hogy ez az egyik nagy mulasztása a Chabad mozgalomnak itt Magyarországon, hogy ezt az üzenetet nem sikerült rendesen átközvetíteni, de talán majd most elkezdődik valami. A Chabad-Lubavitchi mozgalom célja nem kaftános zsidókat csinálni. Nem ez a cél. Még csak nem is az a cél, és ezt most nem fogjátok félreérteni, amit mondok, még csak nem is az a cél, hogy ortodox zsidókat csináljon. Nem ez a cél. Nem ez a cél. Ez lesz az eredmény, de nem ez a cél. A cél az az, hogy minden zsidó csináljon még egy micvát. Csak most még egy micvát. Ez a cél. Ez a cél. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy itt Magyarországon hány Lubavitchi van, de hát hány Lubavitchi haszidot sikerült 1989 óta Magyarországon csinálni, és akkor erre az a válasz, hogy viszonylag kevesebb, itt ültek szemben egy, de viszonylag kevesebb, akkor ez a válasz, hogy nem is volt cél. Azt nézzük meg, hogy hány micvát sikerült csináltatni zsidókkal 1989 óta. Hányan ettek kóser, hallottak kidust, gyújtottak Hanuka gyertyát, ettek macesz Pészákkor, böjtöltek Jom Kipurkor, metélték körül a gyereküket, küldték zsidóiskolába. És nem érdekel, mi annak is örülünk, ha valaki nem a mi zsinagógáinkra megy el. Csak menjen el zsinagógába, halljon egy kidust, egyen egy kóser, nem tudom, kenyeret péntek este. Nem ebben mérjük a sikert, nem abban mérjük a sikert, hogy hány kaftános van Budapesten vagy Magyarországon. Őszintén mondom, hogy nem ez a cél.
És hogyha ebben a szemüvegen keresztül nézem, akkor értelmetlenné válik ez a vita, hogy de hát Magyarországon milyen eredményt tudnak felmutatni? Hát az az eredményt, hogy sok millió micva történik. Ugye a filozófia az, ahogy a Maimonides fogalmazott, úgy kell tekinteni a világra, mintha a mérleg pontosan, precízen állna, és még egy jó cselekedet fogja átbillenteni a mérleget, és eljön a messiás. Ez volna a cél. És ehhez te, csak még egy micvát, csak most. Ha megkérdezel egy lubavicsi fiút, aki New Yorkban áll az utcán, vagy akár itt a Dohány utcai zsinagóga előtt nyaranta, és megkérdezi, hogy zsidó vagy, és akkor azt mondod, hogy igen, és ha tettél már tfilin, akkor gyere, tegyél tfilin. És te azt mondod neki, nem akarok tfilin tenni. Jó, értem, hogy nem akarsz, gyere, tegyél tfilin. Hát miért akarnál? Persze, hogy nem akarsz. Ki akar? Tegyél még egy tfilin, mint te. Te mit akar? Isten akarja. Ez a cél. Tegyél még egy tfilin, még egyszer mondj el egy imát, még egyél kósát, még egy gyújtsál meg egy hanuka gyertyát, vagy egy sábez gyertyát. Ez a cél. 89-ben, majd visszatérünk mondjuk a belépetéshez, de hogy akkor még legyen még egy off topic, vagy így nem a sorrendbe illő. 89-ben megérkezik a Oberlander Rabbi, először parkol a Pála utcába, két-három évig, 99-ben egyig, és akkor a 91-ben különben úgy kerül a Vasváriba, hogy a Domán lemondott a Vasváriról, mert akkor itt lett volna a Oberlander. És valahogy, ez még az édesapja. És még az édesapja, mert ide jött. Aha. És jött a Vasvári az. De hogy... Ez egy kisebb zsinagóga. Igen, sokkal. És... De viszont, ugye végül a Vasvári az átszállt a Chabadhoz. Ugye végül is így elperelt. Béreljük. De el lett perelve, nem? Szerintem nem. Szerintem béreljük, hogy 100 éves bérlet van, jól emlékszem, de lehet, hogy tévedek. Amiben érkezett a Shaliach, maga a küldött, és mondom, hogy ez most nem igazándiból Oberland Baruchról szól, és nem Kövess Lomóról, senki másról, ez magának a Chabadnak a, most a Chabad működéséről beszélünk, ott általában előbb vagy utóbb megtörténik az, hogy ott egy bizonyos fajta kontrollcsere lesz. Megérkezik egy Shaliach, bedolgozza magát, és most mondhatok külföldi példákat, hogy előbb-utóbb, ha nem megy a belső irányítás átvétel, akkor egy konkurens egyházat vagy egy közösséget alapítanak. Ez így volt Magyarországon, Oroszországban is így volt, Franciaországban is így van, sőt, események vannak, amikor nem lép együtt a Chabad közösség, a helyi közösségekkel, legyen az ortodox vagy reform, szóval senkivel. Ugye itt van a példa a Jacques Chirac bojkottjára felszólító években, amikor a intifáda volt, ilyen általános heremet mondtak ki a Jacques Chirac-ra, hogy nem beszélgetünk vele, amíg nem vonja vissza azt, hogy Franciaországban nincsenek antiszemitizmus és problémák, és ezt a Chabad akkor ezt megtörte. Ha segítség és az, csak a micvák gyűjtése a fontos, akkor miért nem maradt meg az Oberlander Rabbi abban az állapotában, amíg 2003-ig tartott? Nem voltam Magyarországon a 90-es években, tehát én csak elbeszélés alapján tudom. De a legjobb tudomásom szerint Oberlander Rabbi és aztán később Kövess Rabbi igyekeztek, aki ugye a Oberlander Rabbinak lett a tanítványa, és tulajdonképpen ugye ő már azzal a céllal ment ki az Egyesült Államokban, Izraelbe, sokan előbb Izraelbe, aztán az Egyesült Államokba, aztán Franciaországba tanulni, hogy Magyarországra visszajöjjön képzett rabbiként, és itt töltsön be pozíciót. Aztán Oberlander rabbi gyermekének súlyos beteg volt, el is ment azután, és akkor végül is a Kövess rabbira nagy feladat hárult, amihez aztán végül is fölnőtte ez a feladathoz. De tehát ők évekig próbálkoztak az akkori mazsihízben levegőhöz jutni. Tehát aztán nem árul kell vele nagy titkot, hogy Magyarország, tehát nem teszik túl magasra a mércét a magyarországi, a mazsihíz rabbiai, nem teszik túl magasra. Tisztelt a kevés kivételnek, aki itt ül mellettem, aki őszintén nagyra becsüllek, és ezt azt hiszem, hogy mindig is tudtad, meg mondtam is. Nagyon kevesen vagytok abban a szervezetben, akik dolgoznak, úgy Isten igazából. Most le lehet lassítani arra a tempóra, amit mondjuk egyesek a neológ rabbi karból végeznek, de hát az meg kinek jó? Nem azért jön ide Magyarországról New Yorkból valaki Magyarországról, hogy arra a tempóra fékezzem rá, amire
és most akkor neveket mondok, Fröhlich Robert, Schöner Alfred, mit tudom én, Domán, akár a Domán bácsi, Isten nyugosztalja, vagy Kardos rabbi, vagy Főrabbi úr. Tehát erre a tempóra ráfékezni, az egy végtek. Most ők meg nem akarnak felgyorsítani, egy valami, felvenni egyfajta sebességet. A sebesség alatt azt értem, hogy gyerünk, csináljunk. Ide belézek a könyvespolcodban, azt a humást mi adtuk ki, azt az imakönyvet mi adtuk ki. De ezek nem lennének. Nem lennének ezek, hogyha nem lett volna az EMIK, aki felújítatja a mikvét Budapesten, a női mikvét, hogy a nő is betegye a lábát, nem csak eszeveszett nő, vagy. Tehát, hogy... És akkor, ha együtt lehet működni, ameddig erre van esély, hogy együtt működjön az ember, addig ezt megpróbálja. De amikor nincs esély erre, hogy együtt működjön, akkor be kell látni, hogy valami más megoldáshoz kell folyamodni. De hát az nem lehetséges, különben, hogy szóval, az kétséges. Nem lehetséges, hogy mindenhol a surabik vannak, mert mondom, ez majdnem mindenhol megtörtént, csak ha Európát nézzük, hogy konkurenciává éred be a helyi kabát. Ebben egyetértek veled. Lehet, a magyar példát tudom mondani, nem ismerem a többi országban, hogy működik a dolog. Biztos, hogy van a kabátban is egy ilyen szeparációs kényszer, hogy szeretjük a dolgokat a magunk szája íze szerint csinálni, és kevéssé alapulni a többi, viszonyulni a többiekhez. Ebben még nem vitatkozom veled, egyetértek, könnyen lehet, hogy van ilyen, nem tudom. Magyarországon volt egy szituáció, ami azóta se változott nagyon. És az olyan rabik, mint te, Gábor, és még nagyon kevesen hozzád hasonlóan. Egy kezemben meg tudom számolni, és két úgy már nem is kell hozzá, vagy háromnál több nem kell hozzá. Nagyon kevesen vagytok azok, akik ténylegesen szívütökön viselitek a közösségetek sorsát, aki nem csak szombat reggel, mert péntek este megy le a zsinagógába, és akkor itt befejezte a dolgot, hanem esetleg hétköznap elmegy egy másik zsinagógába, ami lehet, hogy nem az övé, de hát azért mégiscsak milyen gondok vannak. Tehát, hogy nagyon kevesen vagytok ilyenek, akik komolyan veszik a hivatásotokat. De ha esetleg a közösség el van öregedve, akkor nyilvánvaló nem lelassulnak a rabbik, hanem egyszerűen csak abban a tempóban vannak benne, amit megszoktak a 80-as évekig, végéig. Szóval itt talán össze is kevered azt, hogy egyrészt van a Chabadban egy ilyen Armageddon, ez ilyen világvégét váró hangulat, hogy már a 6. Lubavitch ebben a 30-as évben megmondta, hogy itt van a messiás, már fölvette a zubbonyát, már csak a gombjait kell kifényesítenie, ami azt jelenti, hogy akkor a holokauszt és Izrael megszületése, meg az is többi esemény, 6 napos háború, meg a többiek már csak ilyen messiási szülési fájdalmak voltak, és ezért is ugye sokan ugye helyezkedtek arra az álláspontra, hogy a 7. Lubavitch Rebbe maga a messiás, aztán mások ugye nem mindenki hitt ebbe. Nem is ez a fontos inkább csak az, hogy ez a fajta minden eszközzel, hiszen itt van a világ vége, és muszáj produkálni micvákat, és ugye ez a fajta lendület, ez valóban a legtöbb zsidóban nincsen meg, ez a fajta extra küldetéstudat és húzat kvázi. Sajnos a zsidósággal a messiás várás, ugye a 12. a 13. hittételből, a messiás várás, ami egy fundamentum a zsidóságban, ugye elég a proféták könyveit olvasni, fundamentum a zsidóságban, sajnos ez alábbhagyott, erre keserű történelmi tapasztalatok okán, úgy és mint álmessiások, ugye itt nem csak a keresztény megváltóra gondolok, hanem 1500 évvel később mondjuk a Sabtai Cvi-féle álmessiásra, vagy Jákob Frank-féle álmessiásra, tény és való, hogy ezek alábbhagytak. Az is igaz, hogy a holokauszt után egy óriási pofont kapott a zsidóság, finoman szólva, és tényleg a porból kellett felépítkezni. Gyakran járok az Egyesült Államokban, és sokat vagyok New Yorkban. És mindig, amikor megyek olyan helyeken, mint Borough Park, ahol fölnőttem gyakorlatilag, és ott, ahogy érzitek, hogy mindenhol fölnőttem, de ott is nőttem, fölnőttem. És járok Borough Parkba, és azt nézem, hogy ilyen fantasztikus közösség van, ami a holokauszt porából épült. Ez a holokausznak a hamvain épült, az egész közösség. Fantasztikus. És hihetetlen, hogy ez... Erre képesek vagyunk mi zsidók 78 évvel a holokauszt után. Fölkeltünk a földről, és nem is akárhogyan. Szóval a lendület az ebből táplálkozik a Lubavitch lendület, főleg, hogy ugye az outreach, az utánnyúlás, a kirúv, a közelhozás, hogy az utolsó napokat éljük. Azért még veszünk tartós tejet. Oké, de hogy pont a Domán rabbi, aki mondjuk 5 könyvet írt,
Az mi veszünk tartós tejet, alapítunk zsinagógákat. Nem, de azt akarom nekem mondani ezzel, hogy ugye a neológia, ugye én ahogy látom beleszorult egy önképzavarba azzal, hogy unikálisan magát egy olyan zárványnak tartja, amelyik itt maradt a első világháború előttről, és nem ment tovább a progresszió útján, és ezért nem nagyon fordul mintákért, külföldi nagyobb mintákért, viszont ugye az EMIC, belül a Hubert Lubavitch inkább úgy működik, mint egy franchise, valami bevált Odesszában, New Yorkban és Párizsban, az be fog válni itt is, és akkor én nem azt mondom, hogy nem nagy kunst lefordítani az imakönyvet, mert a neológia nem tudott lefordítani imakönyvet mai napig, viszont ti meg sokszor úgy dolgoztok, hogy nem kell feltelni a spanyol viaszt. Hogy viszont ezzel az is előfordulhat, hogy minden univerzál, minden uniformizálódik. Szóval mit tudom én, ha bemegyek Velencébe a gettóba, akkor engem ott Mehlehaimmal és Harasóval fogadja egy Lubavitchi haszid, mert hülyén néz ki Velencébe. És ugyanígy Marokkóban is furcsa néz ki, egy Chabad House, az párizi egy, nem azt mondom, hogy jiddis hajkó, mert ott pont nem olyan remélem, de ugye az, hogy furcsán veszi ki magát, hogy akkor ez az egész, akár ruházat tekintve, akár a zene, kaja, stb. Tekintetében nagyon is olyan, szóval hozza magával a formanyelvét is, és nem csak a Minhagama Komot nem tartja annyira a helyi komról Velencében. Mussolini és Hitler gondoskodott a Minhagama Komról. Elvittek mindenkit, és mindenki a füstben végezte. Olaszország és zsidóság 21%-át veszítette el, okay. Legalacsonyabb Európában. Világos. Magyarország 70%. A magyarországi zsidóság is Hollandia 90%. Füstben veszett el. Én azt gondolom, hogy ott van például a Mádi zsinagóga, amit ugye a magyar kormány újított föl, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, vagy valahogy így, és a mi vagyonkezelésünk van. Csodálatos épület, mindenkinek ajánlom, egyszer arra jár. Muszáj megnézni, tényleg elképesztő egy gyönyörű épület, gyönyörűen lett felújítva, nem mit csináltuk. Mellettérő a obiházat igen, de a zsinagógát nem. Most amikor ott évente kétszer tartunk sabatot, és van ott minnyen, és Lubavitchi nuszák szerint imádkozunk, liturgia szerint imádkozunk, én nem gondolnám, hogy az ősek forognak a sírjukban. Én azt gondolom, hogy az ősök azt mondják mondani, hogy az Istennek hála, hogy itt zsidó ima elhangzik ebben a házban. Akár askenázi legyen, akár szefárdi, a szefárdi alatt haszid szefárdit értek, akár Lubavitchi. Egyszerűen nem látom. Tehát most arról beszélgettünk, Gábor, hogy legyen a semmi, vagy a Lubavitchi. Nem. Ugye ilyenkor szépeket mondasz, viszont akkor, amikor azt mondja, hogy mikor felújították, hogy oda bemenjen valaki, vagy bárki épeszű, akkor azért lehet túlzásba, mert mit tudom, akkor azt mondod, hogy előtte mindenki más tumába született, tisztátalanságba. Amikor ugyanakkor a kövestomorúak volt az avatása, a rabbi avatása, akkor az meg elsorzósz rabbi a háború után. Hát volt több tucat, akik avattak. És akkor nem csak azt mondom, a PR-ért oda dobtok mindent, a valós, az igazságot is. Jól hangzik, és tényleg a kollégám szokta mondani, például a kövesomor rabja volt, nem arra, de úgy ezt a példát használva, hogy igaznak nem igaz, de a tényeknek megfelel. A történet ugyanis a háború után, igen, lehet egy számos ortodox rabbi lett avatva, de tudod, mi történt az, hogy 46-ban, meg 47-ben is, akkor lehet nézni a kazincicai levéltárban, ilyen szmihákat, rabbi diplomákat, akkor az történt, hogy rabbi hiány volt, és a sakter, aki visszajött valahonnan Bergen-Belsenből, vagy ki tudja honnan, nem volt neki rabbi diplomája, de kellett rabbi, ő meg a sakter volt, az meg már majdnem olyan, akkor kapott egy rabbi diplomát. De olyan, aki 0 kilométeres rabbinak tanult, itt Budapesten, mert nem volt a háború után. Olyan volt, hogy te tudsz Tórát olvasni egyedül? Na jó, akkor te leszel mostantól a rabbi, itt van egy papír és annyira rabbi hiány volt, kevestek az emberek. 56-ban majdnem mindenki elment, de még amikor láttam ilyen... Egyébként meg egy hangzatos cím, azt el is tudod, hogy behoz az embereket. Hát a marketing értéket lebecsüljük alul. Az tény is való, hogy ezeket ki kell használni, igen. De a mikve is, hát volt kosher mikve. Csak nem volt. Most is van, igen. A férfi mikve, az ugyanúgy néz ki. Mindenkinek ajánlom, hölgyeim, hogyha nem tudtok bemenni, akkor ne is tegyétek. Urak, viszont nézzétek meg. Nincs benne meleg víz most konkrétan, már hónapok óta. Én járok a mikvébe, nem mondom, hogy túl gyakran, de járok. Áldatlan állapotban van. Majd most föl lesz újítva. Uh-huh.